A kormány koalíció jelöltje Rénáté Weber kapta meg a parlament többségének támogatását a nép tisztségének betöltésére. Az ellenzék által támogatott Ekstein Kovács Péter száz szavazattal kapott kevesebbet. Nem történt meglepetés a népügyvédje megválasztását célzó parlamenti szavazáson. A tisztséget eddig betöltő Viktor Csorbján mandátuma lejárt, így új kellett nevesíteni. Civil javaslatra az úszéré és a pénélé már egy hónapja az RMDS volt szenátorát, Ekstein Kovács Pétert javasolta. Ekstein Kovácsot az RMDS is támogatta, noha a tavaly kilépett a szövetségből, mert nem értett egyet annak az igazságügyi törvényekkel kapcsolatos politikájával. Eredeti a Népi Mozgalompártja is egyetértett a jelöléssel, aztán az utolsó pillanatban, ismervén magyar ellenes beállítottságát talán nem meglepő módon, saját jelöltet állított. Állításuk szerint azért, mert Eckstein többször is autonómiát támogató nyilatkozatokat tett. A kormánykoalíció az utolsó napokig kivárt, míg végül az Európai Parlamentből kibukott volt európai áldéképviselőt, Renáté Webert nevezte meg, akit aztán annak rendje és módja szerint meg is szavaztak. Weber 209 voksot, Eckstein-Kovács Péter 109 szavazatot kapott. Szabó Jödön rmdsz képviselő elmondta, azt várják az új hogy legyen érzékeny a kisebbségi jogfosztásokra is. Azt szeretnénk, hogyha azokban a kérdésekben, amelyek bennünket sajátosan érintenek, a kisebbségi jogok kérdése ebben aktívan szerepet vállalna, és ezeket a kisebbségi jogok támogatását és az olyan kezdeményezések támogatását helyezni előtérbe, amelyek számunkra fontosak. A népügyvédjének feladata az állampolgárok jogainak és szabadságjogainak a megvédése a politika túlkapásaival szemben. Jogkörét hivatalból, vagy a jogaikban sértett állampolgárok felkérésére gyakorolhatja. A népügyvédje például az egyetlen, aki megtámadhatja az Alkotmánybíróságon egy sürgősségi kormányrendelet szövegét.